James Clear, Atomi szokások Írta, Lee Shellery Quick Read Narrátor, Pece Henrietta, Life Coach Ha az életet szeretnéd rendbe rakni, akkor az atomi szokások egyszerű megoldást kínál ehhez a mindennapokban. James Clear, a világ egyik vezető szokás kialakító szakértője, olyan stratégiákat tár fel amelyek segítenek a jó szokások kialakításában és a rosszak megszüntetésében. Egy idő után már azt is felismered, hogy az apró napi szokások hihetetlen hatással lehetnek az életedre és a jövődre egyaránt. Ha azt tapasztalod, hogy küzdesz a szokásaid változtatásával, akkor nem te vagy a probléma, hanem a rendszer, amit használsz. Látni fogod majd, hogy az elméd olyan tevékenységek elvégzésére van beállítva, amelyek egyszerre könnyűek és kielégítőek. Szerencsére James Clear egy olyan bevált rendszert mutat, amely segít megváltoztatni a szokásaidat és új magasságokba emeli az életed. E könyv segítségével megtanulhatod, hogyan szány időt új szokásokra, hogyan győzle a motiváció és az akarat erő hiányát, hogyan alakítsd át a körülötted lévő dolgokat a siker elérésének érdekében, és hogyan kísérheted figyelemmel a saját szokásaidat és találhatsz olyan szemét, aki segít neked mindebben. Miért tudnak a kis szabályok nagy különbségeket eredményezni? Amikor a sikerről beszélünk, sokan nem a megfelelő dolgokról összpontosítanak. A végső célra összpontosítanak az odavezető út helyett, és azt gondolják, hogy a végső céljukhoz nagy döntésekkel lehet eljutni. Pedig a fejlődéshez legtöbbször nem radikális változásokra van szükségünk, hanem apró változásokra. 1%-nyi fejlődés minden nap 37%-nyi változást hoz az életedben egy év alatt. Például egy Los Angelesből New Yorkba tartó repülőgépnek meghatározott fokú iránt kell követnie, hogy elérje végső célállomását. Képzeld csak el, hogyha a pilóta 3,5 fokkal tér el délfelé. Ez az átlagos szemlélő számára semmiségnek tűnhet, sokan észre se vennék. Természetesen az utasok meglepődnének leszálláskor, mivel ez a kis pályamódosítás megváltoztatná végső céljukat New York helyett Washington DC-be. Általában azért nem veszünk észre apró változásokat, mert a hatás nem azonnal látható. A hatás hónapokig, sőt évekig nem vehető észre, de az eredmények óriásiak lehetnek. Például egy pizza elfogyasztása biztosan nem rongálja az egészségedet. Ha azonban minden este egy pizzát teszel vacsorára, akkor valószínűleg egy év múlva már megváltozik a súlyod. Hasonlóképpen, ha egy nap részt veszel egy 30 perces jogó órán, nem fogsz azonnal formába lendülni de a rendszeres testmozgás az időmúlásával komoly változást eredményez. A szokásaink megváltoztatásánál az egyik legfontosabb dolog, hogy az identitásunkat kell megváltoztatni. Mit jelent ez pontosan? Azt, hogy az eredmény alapú szokások helyett az identitás alapú szokásokra koncentrálunk. Így arra fókuszálunk, akivé válni akarunk, és nem pedig arra, amit el akarunk érni. Például, amikor valaki abba akarja hagyni a dohányzást, és mégis megkínálják cigarettával, akkor ahelyett, hogy azt mondaná, nem, köszönöm, le akarok szokni, azt válaszolja majd, hogy nem, köszönöm, nem vagyok dohányzó. Az életben elért eredmények a szokásaink mércéje. Ahogy egy ember nettó vagyona a pénzügyi szokásainak mércéje, vagy hasonlóképpen az egyén egészsége a mércéje a napi étrendjének vagy elvégzett fizikai gyakorlatainak. Az idő felnagyítja a részt a siker és a kudarc között, ezért a mindennapi döntéseink nagyobb hatással vannak, mint gondolnánk. Ha tudni akarod, hogy hova fog eljutni az életedben, akkor egyszerűen csak nézd meg a napi döntéseidnek a görbéjét. A rossz szokások ugyanolyan egyszerűen hatnak ránk, mint ahogy a jó szokások előre visznek bennünket, ezért fontos megérteni, hogy úgy alakítsd ki a napi szokásaidat, hogy azok a te előnyödre váljanak. A lényeg az, hogy apró változásokat hajts végre a viselkedésedben, amelyeket újra és újra megismételve olyan szokások lesznek, amik végül nagy eredményekhez vezetnek. Hogyan alakulnak ki a szokások? Hányszor kezdtél már el egy jó szokást, például testmozgást vagy meditációt, de néhány nap vagy hét után az egészet egy nyűgnek érezted? Ahhoz, hogy megváltoztassuk a szokásainkat, először meg kell értenünk, hogy hogyan alakulnak ki maguk a szokások. Nézzünk meg egy tipikus szokást. Gondolj arra, mit teszel, amikor beszállsz az autódba. Valószínűleg behelyezed a slusz kulcsot, bekapcsolod a biztonsági jövet, ellenőrzöd a tükröket, majd elindulsz. Nem is gondolkodsz a folyamaton, csak csinálod. Mivel ez egy olyan szokás, amelyet már annyiszor elismételtél, hogy ösztönössé vált, így a szinte automatikusan megtörténik. Ebből pontosan látni, hogy a tudatos cselekvéseid tudattalan készségek kialakulnak, és automatizmusokká válva megkönnyítik az életed. A szokások kialakulásának folyamata négy lépésre osztható. A kiváltó jel, a vágy, válasz és a jutalom. Vegyük például a reggeli fogmosást. A jel lehet a reggeli vagy a kávé elfogyasztása, ami kiváltja azt a vágyat, hogy ezek elfogyasztása után friss üdeleheletet szeretnél. A válaszod erre az, hogy bemész a fürdőszobába és előkészíted a fogkefédet. A jutalmad egy frissnek érzett száj, és már is érzed, hogy készen állsz az előtted álló napra. Tehát a jel nem más, mint a körülmények, amelyek kiváltják a szokást. Ez lehet idő, hely, érzelmi állapot, stb. A vágy, a motiváció forrása. A válaszreakció az a szokás, amit végzel, és a jutalom pedig a sóvárgásnak a kielégítése. Viselkedéseinket egy bizonyos probléma megoldásának vágya vezérli, például a probléma jelen esetben, hogy a telefonod kiad valamilyen hangot, mert új üzenetet kaptál. A vágy az, hogy meg akarod ismerni az üzenet tartalmát. Erre úgy reagálsz, hogy megfogod a telefonod, és feloldod. A jutalmat pedig az lesz, hogy megismered az üzenet tartalmát. A jobb szokások kialakításához és a viselkedés megváltoztatásához szükséges négy szabály ezért a következő. Első a jel, ezt ted egyértelművé. Második a vágy, ezt ted vonzóvá. Harmadik a válaszreakció, Ez ted egyszerűvé. A negyedik a jutalom, Ez ted kielégítővé. Nézzük ezeket meg most pontosan mit jelentenek. Az egyértelműség fontossága. Az ember legerősebb érzékszervi képessége a látás. Az emberi testben közel 11 millió érzékelő receptor található, és majdnem 10 millió csak a látásra szolgál. Más szóval, a vizuális jelzések az emberi viselkedés egyik legnagyobb mozgató rugója. Ezért, hogyha van egy kis változás abban, amit látunk, az nagy változást eredményez abban, amit majd teszünk. Tegyük fel, hogy szeretnél többet gitározni, azaz ki akarod alakítani a gitározás gyakorlásának szokását. Ez kevésbé fog úgy menni, hogy a gitárodat egy szekrénybe zárva tartod. Ehelyett helyezd el egy jól látható helyre, például a szoba közepére. Szeretnél többet edzeni? Egyszerűen tedd ki az edzőruhádat és a tornacipődet már előző este, hogy amikor felébredsz, láthassd őket. Szintén ehhez a témához tartozik a megvalósítási szándék, azaz a tervezés. Ha előzetesen tervet készítesz arról, hogy mikor, hol és hogyan fogsz elvégezni valamit, nagyobb valószínűséggel tartod majd magad a szokásodhoz. Ahelyett, hogy azt mondanád magadnak, hogy gyakrabban fogsz edzeni, készíts egy tervet és mondd azt. Hétfőn és pénteken munka után megyek spinning órára. Az élet azonban kiszámíthatatlan. Mindig közbejöhet valami, például beesik egy feladat vagy egy ügyfél 5 órakor, és nem tudsz eljönni hat előtt semmiképpen sem, pedig te éppen edzőterembe készültél volna. Ha ekkor már úgyis mindegy alapon feladnád, akkor az eddig beletett munkád mind-mind megy a levesbe. Ha nem sikerül a terved 100%-osan, csak 20 vagy 30%-osan, akkor is csináld, hiszen két dolog történhet. Ha már elkezdted, akkor van még arra esély, hogy megjön hozzá a kedved, Másrészt nem törik meg a szokás. Illetve legyen mindig egy B-terved. Hogyha nem tudsz elmenni hétfőn a spinning órára, akkor majd el fogsz menni kedden. A világunk egy teljesen dinamikusan változó világ, így az életünk is dinamikusan változik. Ehhez kell igazodni. A szerző szerint a motiváció túlértékelt, a környezet számít. Mit jelent ez és miért fontos? Ha csak akkor végzel el egy szokást, amikor kedved van hozzá, akkor alig, ha leszel sikeres a szokás megtartásában. Az önkontrollal csak egy pontig juthatunk el a szokások terén, hiszen miután megpillantunk egy süteményt, ami maga a jel, elkezdjük akarni azonnal, azaz sóvárgunk. A rossz szokásokat ugyan elhagyhatjuk, de ha a régóta végzett rutinok bevésődnek az agyunkba, akkor a szokáshoz társított jeleket sosem felejtjük el. Clear azt tanácsolja, hogy hagyjuk el ezeket a jeleket, amelyek a rossz szokásokhoz kötődnek. Ezt a legegyszerűbben úgy érhetjük el, hogy olyan környezetet alakítunk ki magunk körül, amely inkább felgyorsítja, mint hátráltatja az eredményeinket. Tipikus példa, hogy ha kisebb tányért használsz, akkor eleve kisebb adag ételt tudsz ráhelyezni a tányérra, ami segít majd a diétádban. Hogyan tedd vonzóvá? Naponta bombáznak minket a reklámokkal, amelynek az a célja, hogy vonzóbbá tegyenek valamilyen márkát, autót, háztartási cikket, akármit. Ugyanez vonatkozik a szokásainkra is. Minél vonzóbb valami, annál valószínűbb, hogy azt szokássá tesszük. Ha valami élvezetes dolgot csinálunk, például eszünk vagy szexelünk, akkor az agyunk dopamin nevű hormon szabadít fel, amitől majd jól érezzük magunkat. De a dopamin már akkor elkezd felszabadulni, amikor az adott tevékenységre gondolunk. Ezért van az, hogy gyermekként annyira vártad a mikulást, mert ha rágondoltál, már elkezdődött a dopamin termelődés. Ezt fel tudjuk használni a jó szokások bevezetésénél is, hogyha összekapcsoljuk olyan tevékenységgel, amit nagyon szeretünk csinálni, tehát vonzóvá tesszük. Egy amerikai mérnök imádott Netflixet nézni, de sehol se tudta rávenni magát a testmozgásra. A helyzetet megelégelve vett egy szababiciklit és összekötötte a tévéjével. Ahhoz, hogy bekapcsoljon és folyamatosan működjön a tévé, megadott sebességgel kellett tekernie, ellenkező esetben az kikapcsolt. Persze mi nem vagyunk mérnökök, de enélkül is össze lehet kötni a mozgást a kedvenc sorozatunk nézésével. Gyakran az emberek túlságosan is arra koncentrálnak, hogy kitalálják a legjobb megközelítést, ezért soha nem lépnek. Kutatnak, terveznek, stratégiát alkotnak, de mégsem cselekszenek a kialakítani kívánt szokás szerint. Bár nagyon fontos a tervezés, azonban az gyakran hajlamosak vagyunk halogatásra használni. A lényeg, kezd a gyakorlással, ne pedig a tökéletességre törekedj. Hogyan tedd könnyűvé? Emberként sokunkat az motivál, hogy azt tegyük, ami könnyű. Minél több energiát követel meg egy szokás, annál kevésbé valószínű, hogy megismételjük. Persze egy nehéz szokás könnyűvététele lehetetlennek tűnhet, de szerencsére erre már számos tipp és trükk létezik. Ilyen például a kétperces szabály, aminek az az alapja, hogy nem szükséges hosszasan vagy teljes erőbedobással gyakorolni a kezdetekben. Elég, hogyha elkezded elsajátítani a kívánt Írj két percig. Fuss két percig. Tanulnod kell? Ne tervezd meg órákkal előre a napi rendedet, csak nyisd ki a jegyzeteidet. Miután elkezded, sokkal egyszerűbb majd folytatni. A másik trükk, hogy a szokásokat egyszerű, kisebb lépésekre bontod, így könnyebben kialakítod majd a szokást hosszú távon is. Hogyan tett kielégítővé? A hosszú távú szokás kialakításának utolsó lépése, hogy kielégítő legyen. A sikeres vállalatok már megértették ezt a koncepciót, és előnyükre fordították. A fokrémgyártók például nagy sikert arattak, amikor mentát adtak a termékeikhez. A menta lehetővé tette, hogy az emberek élvezzék a fogmosást, mert kielégítő, mentolos, Friss érzést kelt. Még ebben az esetben a fogmosás azonnali elégedettséggel jár, sok más szokás nem. Ezt nevezzük késleltetett jutalmazásnak. Például minden nap elmegyünk dolgozni, de a jutalom, a fizetés készhezvétele csak a hónap végén érkezik meg. Hasonlóképpen elkezdhetünk minden reggel edzőterembe járni, de a fogyás és a tónusos izmok jutalmát csak hetek vagy akár hónapok múlva fogjuk látni. És bár agyban mindenki tudja, hogy egy csomó mindennek a következménye az késleltetett az adott cselekedethez képest, és azt is, hogy a negatív szokásoknak a következménye negatív, a hasznos tevékenységeknek, szokásoknak pedig pozitív, mégis az azonnali kielégítő érzést választjuk a késleltetett jó érzés helyett. A dohányos pontosan tudja, hogy évek múltán mennyire beteg lehet, és idő előtt meghalhat, de a cigaretta azonnali kellemes, például stresszcsökkentő hatása prioritást élvez. E késleltetett következmények és késleltetett jutalmak miatt fontos, hogy a követni kívánt szokásokhoz azonnali kielégülést, valamilyen jutalmat is kapcsoljunk, mivel legtöbbször a megjutalmazott szokás ismétlődik, a büntetet pedig abba marad. Megjutalmazhatod magad egy rövid olvasással alvás előtt, hogyha időben mész aludni. Természetesen van néhány olyan tevékenység is, amely jó érzést kelt bennünk, de nem feltétlenül tesz nekünk jót. Az emberek például könnyen a szex, a drogok és az ételek rabjává válnak, amelyek mindegyike jó érzéssel tölti el őket, már a tevékenységet megelőző pillanatban és a tevékenység alatt is. Ha már megértetted, hogy bizonyos ingerek hogyan befolyásolhatják a cselekedeteidet, akkor megtanulhatod, hogyan manipuláld ezeket a jeleket a jobb szokások megvalósítása érdekében. Nem kell hozzá más, mint megtudni, hogy mi is volt a kiváltó ok, és amint megtudod, hogy miért csinálod a negatív szokást, meg kell nézned, hogy mivel tudnád ezt helyettesíteni. Olyan helyettesítő tevékenységeket keres, ami nem hátráltat és számodra kellemes. Nagyon egyszerű példa. Ha a hétvégi bulizás a barátokkal együtt töltött idő miatt fontos neked, akkor azt próbált kiváltani közös foci edzéssel. Hogyha az online játékok unalomműzők vagy kikapcsolnak téged, próbált ki helyette a Rubik kockát. A rossz szokások elhagyásához fordítsuk meg az eredeti négy szabályt, ami a viselkedés megváltoztatásához szükséges. Első, a jelek, ez ted láthatatlanná. Második, a vágy, ezt tedd kellemetlenné. Harmadik, a válaszreakció, ezt tedd bonyolultá. Negyedik, a jutalom, ne legyen kielégítő. Például, hogyha le akarsz szokni a folytonos tévézésről, vedd ki az elemet a távirányítóból. Ha nem szeretnél folyton a Facebookon lenni, töröld az alkalmazást. Ettől még a weboldalra tuti fel fogsz menni, de lényegesen ritkában. A szerző felhívja a figyelmet a szokáskövetés fontosságára is. Erre ma már rengeteg applikáció elrendelkezésre, a lényege az, hogy egy naptárban jelölöd azokat a napokat, amikor a célul kitűzött dolgokat aznap sikerült megcsinálnod. Szintén jó taktika lehet, hogy szerzel egy partnert, akit megkérsz, hogy beszámolhass neki, vagy hogy ő számoltasson el téged. Végső összefoglaló. Bár sokan úgy gondolják, hogy a siker kulcsa a nagy változásokban rejlik, az életünkre a legnagyobb hatással mégis a mindennapi apró dolgok vannak. A mindennapi apró szokásaink befolyásolják, hogy milyen emberé válunk a jövőben, ezért fontos, hogy a jó szokásokat sajátítsuk el, hogy hosszú és sikeres életünk lehessen. Persze ez könnyebb mondani, mint megtenni, mivel az új szokások kialakítása hihetetlenül nehéz lehet. Szerencsére számos olyan trükk létezik már, amely segíthet az új szokások bevezetésében, és már ma el tudod kezdeni. A szokások kialakításához fontos, hogy nyilvánvalóvá, vonzóvá, könnyűvé és kielégítővé tedd őket, mert így nagyobb valószínűséggel fogod őket hosszú távon megtartani, és szintén fontos, hogy az identitásodat is meg kell változtatnod a kivitelezés érdekében.